Márton napi vacsorát tartott a Vasvári Pápolgári Egyesület a Pesszent Imrei Közösségi Házban. Immár 6 éves hagyománya közös liba vacsora. Az Egyesület alapítása óta minden évben összegyűlnek a tagok Márton napján. Az ünnepségen Kucsák László országgyűlési képviselő is jelen volt, aki köszöntötte az Egyesület tagjait, valamint a Pesszent Imrei civil szervezetek képviselőit. Arra gondolok, hogy Pesszent Imrén a Vasvári mellett még működnek olyan civil, valóban civil szervezetek, amelyek a Pesszent Imrei ügyeket karolták föl, és tesznek sok-sok jó dolgot programokkal, közösségi eseményekkel, akkor elmondhatjuk, hogy itt ebben a település részben, ahol több mint 20 000-en élünk hosszabb ideje, valóban pezsgő élet van jelen. Bauer Ferenc, a Vasvári Pápolgári Egyesület társelnöke örömhírrel is szolgált. Kormányzati támogatásból új rendelőt építhet Pesszent Imrén a kerület. 350 millió forintot jóvá hagytak Pesszent Imrén a gyermekorvosi rendelőre. Gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat egy helyen. És ennek az alapkőletétele még idén össze megtörténik a szakorvosi rendelő melletti üres telken. A tervek szerint az új komplexum a település rész kulturális életét is színesíteni fogja. Nem csak gyermekorvosi rendelő lesz, hanem mellette egy kis kávézó, azt hiszem vécékkel is egy kis színpad. Az est hagyományos mártonnapi vacsorával, libacombal és párolt káposztával, majd zenés mulatsággal zárult.